Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Paletta magazin, kulturális magazinunk nézőit, április 5-én 19 óra 45 perckor. Mai adásunkban először egy beszélgetést láthatnak Szikora Jánossal, a Vörösmarty Színház igazgatójával. Arról esik szó, hogy mi minden történt az elmúlt időszakban, hogyan próbál megfelelni az online tér követelményeinek a színház, illetve hogy rövidesen megkezdődik az Ember tragédiája második részének olvasópróbái, amely azt hiszem, hogy egy nagyon-nagyon várt színházi esemény ebben a városban. Ezután pedig megnézzük Madách Imre Ember tragédiájáról készült felvételt, színházi felvételt. Tartsanak velünk! Most, ahogy ígértem, Szikora János a vendégem, a Vörösmarty Színház igazgatója a mai Paletta magazinban. Hát azt tapasztaljuk, hogy nagyon hiányzik a színház, én azt gondolom, hogy ezzel mindenki egyetért. Függetlenül attól, hogy ha valaki jól gazdálkodott az online térrel, akkor az a Vörösmarty Színház mindenképpen, hiszen volt alkalmunk megcsodálni egyik oldalról a húsvéti filmecskét, nem filmecske volt, hanem egy nagyszerű film. Ráadásul most anyák napján is egy megható filmösszeállításban gyönyörködhettünk, mindannyiunk örömére. Emellett ugye a online az elmúlt esztendők, jó néhány esztendő meghatározó darabjait is láthattuk. Én azt hiszem, hogy ez egy jó út, de nem az igazi. Viszont az a gondolat, ami megszülte, hogy online térben is megmutatkozhassék a színház, az azt hiszem, hogy egy teli találat volt. Hagyd tegyem mindjárt hozzá, hogy azért az ötlet nem a mi színházunké, hiszen pillanatokon belül a színházi emberek felfedezték, hogy ha közvetlenül nem kerülhetünk kapcsolatba az emberekkel, akkor itt van nekünk az internet. És érdekes módon, szerintem nagyon sokan vagyunk ezzel így, hogy most váratlanul az internet csupa jó oldalát is képes volt megmutatni. Tehát megmutatni azt, hogy nagyon sokszor bosszankodunk miatta, vagy bizalmatlanul kezeljük, mert kétes tartalmakat közvetít. Tulajdonképpen gátlás és szűrő nélkül árad az interneten a szenny, morális és kulturális értelemben egyaránt. De hát miért kell ennek így lennie? Hát lehet ezt jóra is használni, lehet például a gyerekeket tanítani, vagy pedig lehet élményt közölni, vagy élményt okozni az embereknek. Úgyhogy azt hiszem, hogy a színházi szakma elég gyorsan váltott. Az, hogy ebben a gyors váltásban az élen haladtunk, ez személy szerint jól esik, de hagyd tegyem hozzá, hogy még a kezdő mondathoz visszatérve, ha úgy hangzik a kezdő mondat, hogy hiányzik a színház, hát nekünk meg hiányzik a néző. De hát nagyon is félkorú óriások vagyunk nézők nélkül, és ezt valóban tapasztaljuk, még olyankor is, amikor visszanézzük azokat a videókat, amiket a nézőknek szánunk, de végül is ez úgy belemegy a nagy online térbe, a virtuális média terébe, és nem érezzük ott mögötte az ott ülő embert, nem tudunk a szemébe nézni, nem halljuk viszont a nevetését vagy a tapsát, tehát ez a közvetlen kapcsolat, ez már nagyon-nagyon hiányzik nekünk. Igen, is. Hát ez a csend beszél egy előadás közben. Viszont nagyon fontos dolgok történtek. Ugye a Fehérvár Televízió is részt vett ebben az online közvetítés sorban, és azt figyeltük meg, illetve azok olyan visszajelzések vannak, hogy az embereknek már nagyon hiányzik a színház. És ennek kapcsán szeretném megjegyezni, hogy igen, a kulturális tér, ami leginkább hiány szenved itt most a koronavírus járvány okán, hiszen a színház, a versmondás, és sorolhatnám, az soha nem ugyanaz értelemszerűen a kultúrában. Most viszont egy kicsit beszéljünk arról, hogy az elmúlt 2-3 esztendő nagyszerűen sikerült, ugye ezt megállapíthatjuk. És az Ember tragédiájára térünk rá, ugye 2018. december első napjaiban volt a főpróba, illetve a premier, 3-án, ha jól emlékszem. Hát itt volt az ideje.
Ugye ez a második ember tragédiája rendezésed. Igen. És tehát teli találat volt. És most akkor, ugye Budapesten volt a sajtótájékoztató, akkor már felkészültünk arra, hogy, négy zseniális fiatal magyar író folytatja Ember tragédia 2 címmel. Sajnos Térei János már nem lehet köztünk, de Tasnádék itt vannak Závadával és az újonnan felkért Darvasi, nem különben? Darvasi László. Darvasi László. Aki bepótolta, hogy igyekszik bepótolni Téreinek a helyét. Most hát ez egy olyan nagyívű produkció lesz, hogy ahogy halljuk a híreket, rövidesen elkezdődik online az olvasópróba. Beszéljünk egy kicsit erről a darabról. Többen megkérdezték, hogy miért van erre szükség. Igazából persze nincs rá szükség, de mégis, ha az ember fölteszi azt a kérdést, hogy emberiség, hogyan tovább, akkor az ember tragédiája, mint a történelmen magát átküzdő ember folyamatos küzdelme és Isten keresése, ez a fantasztikus történet, ez nem állhat meg a 19. század ipari kapitalizmusánál, annál a korszaknál, ahol tulajdonképpen befejezte Madács. Noha ő egy kicsit előre is szaladt, és akár a Falanster jelenetre gondolok, vagy akár az Eszkimó jelenetre gondolok, egy távoli, vagy talán nem is annyira távoli, utopisztikus, de egyáltalán nem optimista világképet vetített előre. Hát vajon utolérte a világ ezeket az elképzeléseket? És szomorúan azt kell, hogy mondjuk, hogy igen, a világ utolérte, amire Madács akkor talán még csak úgy gondolhatott, hogy ez az emberiség rémálma. Hát abból a rémálomból valóság lett, és gondoljunk csak bele abba, hogy hány-hány olyan történelmi borzalmat hozott a 20. század, amelyről halvány fogalma se volt a 19. századot végét befejező embereknek, vagy a képzeletüknek. Most itt vagyunk a 20. század, azt követően egy új évszázad, egy új évezred kezdetén, és különös és érdekes, hogy most, hogy beszélgetünk egy nagy, globális méretű világjárvány kellős közepén, ott tulajdonképpen az a kérdés, hogy emberek hogyan tovább, ez szerintem nagyon sokan fölteszik. Ó, Ádisz? Igen. Hogyan tovább? Hogyan tovább? És tulajdonképpen erre a hogyan továbbra akar, szeretne válaszolni, útmutatót adni ez a darab, az Ember tragédiája 2, amely egy érdekes alaphelyzettel indul. Képzeljük el azt, hogy egy távoli bolygón vagyunk, és egy távoli bolygó horizontján ott van a kék bolygó, a Föld, de azon már nem lehet élni. És erre a távoli bolygóra megérkezik egy űrhajó, és az űrhajóban Ádám és Éva, és az Úr kegyelméből megmenekülhettek a Földről, és van lehetőségük arra, hogy új életet kezdjenek. Ez a bolygó, itt minden van. Van levegő, van víz, van forrás, van vegetáció, ez egy új paradicsom. Újra lehet kezdeni a teremtést. Igaz, hogy nem a Földön, hanem a másik bolygón. Csak van egy kis bibi, hogy ennek az új emberpárnak, vagy a régi emberpárnak, ennek az űrhajós párnak, annak a reményében, hogy végre tudják, újra tudják kezdeni a teremtést, az Úr kitörölte az emlékezetüket. Nem emlékeznek semmire.
És akkor Lucifer azt az ördögi alkut ajánlja fel, hiszen egy alkuval kezdődik, gondoljuk, az eredeti ember tragédiája is. Tehát azt az alkut ajánlja fel az Úrnak, hogy ha ezek az emberek visszaemlékeznek arra, hogy mi történt velük a 20. században, akkor is vállalod a kockázatot, hogy ilyen emlékek terhével képesek lesznek újra kezdeni a jövőt. És az Úr belemegy ebbe az alkuba, és akkor egy időutazás következik, nem úgy, mint az ember tragédiájában, hiszen az ember tragédiájában eredetileg előre utazunk. Igen. A teremtés pillanatában vagyunk, és előre pillantunk, hogy mi lesz a jövőben. Itt most épp fordított a helyzet, visszautazunk, egy emberpár, aki semmire nem emlékszik a múltjából, visszaemlékszik, és újra bepillant, hogy mi minden történt velünk a 20. században. És mennek végig a 20. század történésein és epizódjain, és aztán elérünk tulajdonképpen egy globális világválság helyzetén belül egy szemétszigetbe ütközik egy hajó, és úgy tűnik, hogy itt van a történet vége, az emberiség már nem tudja folytatni önmaga pusztítását, és akkor van egy megoldás, de ez olyan, mint egy krimi, tehát ezt nem árulhat, kérem, nem igen. Ezt nem árulhatom el, de hagyd tegyem hozzá, hogy valamennyien éreztük, hogy Madács zseniális slusszpoénját, hogy az ember tragédiája végén, amikor már minden elveszettnek látszik, és ugye Ádám az öngyilkosság küszöbén áll, és akkor jön egy megoldás, az új élet. Gyermeket várok. Anyának érzem, ó Ádám magam, mondja Éva, és a gyermek, az új élet reménye egyszer csak mindent megváltoztat. Nos, itt is kell valami slusszpoén. Hát ezt már nem lophatjuk el Madácstól, mert ő ezt már jól kitalálta, de tehát valami nagy csavar nélkül, hogyha az emberiség itt áll a pusztulás szélén, akkor mi lesz az, ami megoldás vagy reményt sugal? Hát van egy ilyen elképzelésünk, de ezt majd eldönti a néző. Borzongató és felemelő egyszerre. Hol tart most a darab, hiszen Téren János halála után ugye beszéltünk róla, hogy meg kellett bízni Darvasi folytatja, tehát kész a darab, a szövegkönyv teljes egészében. Hol állt, hogy álltok most? Tulajdonképpen húzások periódusánál zajlunk most, tehát készen vannak az egyes epizódok anyagai. Hát ez hosszú. Tehát tisztában voltunk vele, hogy ez biztosan mindenkinek, minden írónak a fantáziáját megmozgatja, és hát író, ír, és nem néz az órájára. De nekünk színházi embereknek gyakran kell néznünk az órákra, hogy vigyázz be, itt már elkezd unatkozni a néző, nem tarthat 4 órát az előadás. Tehát itt most adva van majdnem 130 oldalas írásmű, ezt meg kell húznunk. Most éppen húzzuk, és a néhány napos munka után elkezdik gépelni, tisztázni a példány, megkapják a színészek, megkapják a szereposztást, és elkezdjük olvasni és az ember teljes társulat. Igen. Értelemszerűen érdeklődéssel várjuk. És akkor menjünk egy kicsit vissza, hiszen nagyon sok minden elmaradt, számtalan bérleti előadást, viszont ami különösen fájó, hogy az egyik számomra is kedves Chicago, ugye a Poszton ott lett volna, a Pécsi Országos Színházi Találkozón, ezt nem láthatjuk. Viszont legalábbis az idén nem lesz Poszt. Egy kis kiigazítás kellene tennem. A vágyvillamosát illetve vágyvillamosa, bocsánat. A vágyvillamosát válogatták be a fesztivál szervezői. Igen, a színikritikusok díját igen. Kapta. Erre jó az, hogyha így dúskálunk, hogy mit is kapott tulajdonképpen. Hál' Istennek a kritikai elismerés az utóbbi években elég szépen honorálta a munkánkat. A vágyvillamosának valamennyien örültünk, hiszen ez egy végtelenül értékes, jó előadás, és ráadásul sikeres is. Tóth Ildikó pedig brillírozik benne, és hát aki eljön,
azok számára azt hiszem eléggé nyilvánvaló, hogy ma korunk egyik legnagyobb női színésznője a Fehérvári Vörösmarty Színház társulatának a tagja. Tóth Ildikónak hívják, róla szól tulajdonképpen a Vágy nevű villamos című előadás is. Hát, hogy ezt most bepótolják-e, ezt a válogatást is, majd megtartják-e tavasszal, vagy ősszel, vagy ez már úgy, ahogy van, ez törölve, és akkor egy új lappal kezdődik a következő válogatás. Erre azt hiszem még nincs igazán válasz, bár hagyd tegyük hozzá, vagy hagyj informáljuk a nézőket arról, hogy a poszt irányításában is az elmúlt hetekben változás történt ügyvezetői fronton, hogy aztán ez a változás, ez a személyi változás kihat-e majd a műsor struktúrára, vagy akár ezekre a döntésekre, azt most ebben a pillanatban még nem tudhatjuk. Június 4-e nagyon fontos dátum lett volna az idén is az életünkben, a színházi életünkben is, hiszen a 100. évfordulója a Nemzeti Sorstragédiánk Trianonnak. A Trianon egy fantasztikus darab volt, én azt gondolom, hogy Sáros Istvánnal együtt rendezőként is kimondhatjuk. Lesz-e folytatás? Láthatjuk-e majd, hiszen számtalan bérleti előadás is elmaradt? Lesz. Én személy szerint végtelenül büszke vagyok erre az előadásra, hogy ez létrejött. Arra pedig külön, hogy két előadás ment le bérletbe, egy pedig bérleten kívül egy ilyen nyilvános főpróba, és kivétel nélkül mindegy arról győzött meg, hogy rettenetesen megindítja, megrázza az embereket. Tehát jó úton jártunk, amikor a részben a bemutatása mellett döntöttünk, részben pedig amellett döntöttünk, hogy lehet, hogy az előadás nagyon hosszú, de mégis kell ez az időtartam ahhoz, hogy a néző olyan információk birtokában hozhasson teljesen objektív döntést a Trianonról, amely információkat nagyon sokáig vagy elhallgattak előttünk, vagy igyekeztek megsemmisíteni, de minden esetre ez valóban most a teljesség igényével szeretné a nézőket beavatni Trianon tragédiájának abba a kérdésébe, hogy hogyan történhetett ez meg, hogyan juthattunk el idáig. Ez kicsit más kontextusban, de vonatkozik az a szép fényes napra, ugye? Tehát bizakodunk, hogy azt is láthatjuk, hiszen ez egy fantasztikus történet. A terveink szerint, ahogy megnyílik a színház, ez igazából nem a mi szándékunktól függ, hanem az operatív törzs döntésétől, és hogy tegyem mindjárt hozzá, és ezt szívesen meg is osztom a nézőkkel ezt az információt, hogy ahogy az újrakezdésnek van egy programja, a kulturális ágazatnak, a kulturális irányításnak is van egy újrakezési stratégiája. Ezen belül más szabályok és elképzelések vonatkoznak a zenészekre, mint az előadó művészekre. Az újrakezdés stratégiája pillanatnyilag egy olyan elképzelés mentén halad, hogy reményeink szerint május közepétől elkezdődhet a személyes munka a színházakban, ez alatt próbákat kell érteni, de még közönség nélkül, és amennyiben a járványügyi helyzet ezt lehetővé teszi, június közepétől várható, hogy kinyílnak a kapuk, és június közepétől tulajdonképpen igyekszünk bepótolni azokat az előadásokat, amelyeket a közönség bérlete birtokában nem láthatott. Hát ez pillanatnyilag az elképzelés, a kulturális kormányzat elképzelése. A végső szót mondom, az operatív törzs mondja majd ki. Lehet, hogy a dátumok kicsit majd módosulnak, de én azt gondolom, ha nem lesz egészségügyileg drasztikus változás, akkor ezekben a dátumokban sem történik majd drasztikus változás. Egy dolgot még feltétlenül meg kell kérdezzek, koronázási játékok. Ugye azt tudjuk, hogy augusztus 15-ig hirdette meg az operatív törzs, illetve a kormány, hogy 500 fő alatt sem lehet tömegrendezvényt tartani. Ez a koronázási játékokat, illetve általában az augusztus 20-ai ünnepségeket ilyen értelemben nem érintik, viszont a koronázási játékokat azt tervezni kell. Igen.
Hát azért mosolyodtam el, mert a remény hal meg utoljára, tehát mi tervezzük ezt a koronázást, aminek azért augusztus 20-án volna most idén a bemutatója, tehát kicsit biztonságos távolságban a nehéz időktől. Nagyon bízunk benne, hogy ebben a reményben nem kell csalatkoznunk. Nagyon szerencsés volna ezt az immáról lassan egy évtizedes hagyományt nem megtörni, tovább folytatni. Bízunk abban, hogy hát most előkészítő munka folyik, ez tulajdonképpen még nem kerül pénzbe, tervezünk, gondolkodunk, és bízunk abban, hogy aztán ebből a tervezésből csak megszületik az előadás idén is. Köszönöm szépen, történjék így. Köszönöm, hogy megtiszteltél. Én is köszönöm. Kedves nézőink, Szikora János volt a vendégem, és most pedig folytatjuk a Paletta magazint. Kedves nézőink, ahogy ígértem, Madách Imre ember tragédiája. Ez egy örökbecsű mű, amelyet Szikora János hívott életre itt a Vörösmarty Színházban, mégpedig úgy, hogy a színház művészeti vezetése Bagó Bertalan, Horváth Csaba és Hargitai Iván rendezik meg ezt a darabot. Nagy siker volt, most idézzük meg. Legyünk tudók, mint Isten. Emberek, örökünk! Székesfehérváron 200 évvel ezelőtt kezdődött a magyar nyelvű színjátszás hivatalos pártolása. Ennek tiszteletére a Vörösmarty Színház december első hétvégéjén mutatja be Madách Imre örökérvényű remek művét, az Ember tragédiája egy címmel. Madách költeménye Bibliája a Nemzet Színházainak, amelyet örökké forgat, amelyből mindig tanul, és amelyet sohasem fog teljesen kitanulni. Írta 1923-ban Hevesi Sándor a Nyugat hasábjain. Nemzeti drámánk a mi Bibliánk is, hiszen rólunk szól, mindannyiunkról, emberekről, akik belakjuk a teremtett világot, alakítjuk a történelmet, jóra törekszünk, majd elbukunk, örökös harcot folytatva a bennünk lakozó démonokkal, kétségekkel. A drámai költeményt Székesfehérváron a társulat művészeti vezetői, Bagó Bertalan, Hargitai Iván és Horváth Csaba, és Szikora János igazgató rendhagyó módon közösen vitték színre. Rögtön tudtuk, hogy ez az egész produkció itt és most csak azért valósulhat meg, mert van egy ilyen fantasztikus társulatunk. A darab valamennyi karakterét nagyszerűen ki tudjuk osztani, és hát van ennek a négy részre osztott ember tragédiájának még egy különlegessége, hogy nem csak a történelmi színek változnak, és a történelmi színekben Ádám és Éva nem csak a jelmezeiket váltogatják, hanem a karakterüket, a személyiségüket, ami mögött az áll, hogy hát bizony négy Ádám, négy Éva és négy Lucifer van, illetve pontosítok öt, mert éppen Ivánnál ott az álomszerkezetben két Ádám van és két Éva, tehát ez egy különleges helyzet. Az az igazság, hogy ezzel sokat vitatkoztunk, hogy egy Ádám és Éva csinálja végig, vagy sok. De most, ahogy már összeállt tulajdonképpen a produkció, meggyőződtük, hogy nem, ez így igaz, hiszen minden korszak kitermelte a maga Ádámját, Éváját és Luciferét is. A Lucifer minden korszakban más, az Éva is más, és ez itt ebben a társulatban nagyon jól működik. Rablók, kígyók, parázdák, torkosok! Elvérjük el! Már is soká időztünk, Isten dicsére! A mágiára őket! Vérünkből új csatárok születnek, az eszme élében, és a lánk, amely fellobog, világot késő századokra vet. Gyerünk, barátaim, a dicső halálba! Horváth Csaba, a Mozgás Színház apostola rendezői koncepciója mentén az antik színekben is megtalálta azokat a mozgásformákat, amelyek kézenfogva járnak a madácsi gondolatokkal. Elég volt. De ím ezennel felszólítalak, hogy három hónap alatt töves ezúton. Bakó, ügyes légy, óriás pesztesszel! Hargita Iván rendező nevéhez fűződik Bizánc Párizs és a prágai színek rendezése. Madách emberiség költeménye hatalmas látomás, amely végigszágult velünk a történeten egészen a jövőbe, de a Lucifer által ajánlott módon, vagyis a tűnékeny álom képein keresztül. És aztán a légy küzdés, nagyság, erő, e mester
elkélt világban, mint az észrendezett teóriából, mint magad szemlélhettél az imént. Csak mentse meg a földet, és elmúlik az is, mint minden mi hivatását betölti. A rendezéshez Bagó Bertalannak a kulcsot maga Madács adja meg. Az álom logikátlan logikájával válik megélhetővé mindaz, amit Ádám és Éva korról korra lát és tapasztalt, amiért lelkesedik és amiből kiábrándul. Fel a porból! Állat! Porba, szellem! Előttem nincsen nagyság. Látok! Gáspár Sándor Kossuth Díjas színművészünk alakításában először jelenik meg a tragédia történetében az Úr a maga fizikai valóságában. Az Úr a négy rendezés ellenére azért egy fajta, mégpedig bölcs, szeretni való és szerető ember, aki ebben a tökéletességben bízva végül is a saját általa kreált történet végén bölcsebb lesz, és azt veszi maga mellé, akiben a legnagyobbat csalódott. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!